bemutatta ifjú képviselő jelöltjét a Munkáspárt. Rövid híreink következnek. A Munkáspárt Jász-Nagykunszolnok megye a második választókerületében tartott sajtótájékoztatót november 21-én 10 órakor. A Munkáspárt elkészítette a választási programját, gyakorlatilag kijelölte a választókerületben induló képviselő jelöltet. Türmer Gyula a párt jelöltjeiről elmondta, hogy olyanokat választanak, akik az átlag munkás emberek közül valók. Két lábbal állnak a földön, és méltóképpen tudják képviselni a fiatalok, nyugdíjasok és dolgozó emberek érdekeit a parlamentben. Jelöltjeink jelentős része fiatal ember. Eddigi ismereteink szerint az egyik legfiatalabb jelölt ennek a választókerületnek a munkáspárti jelöltje Dóri Kristóf lesz. Egy dolgot szeretnék, képviselni azokat, akik a munkájukból élnek meg, vagy a munkájukból szeretnének, de nem tudnak megélni, illetve azokat, akik dolgozni szeretnének, de nincsen munkájuk, mert a kapitalizmus és a tőkés rendszer nem teremt számukra munkahelyet. A párt célja az, hogy a több évtizede politizáló parlamenti tagokat fiatalok váltsák le, új lendületet adva az országnak. Programjukról röviden a párt elnöke, Türmer Gyula beszélt. Szól többek között lakásépítésről, alanyi jogon járó nyugdíjról, a mezőgazdaság újraélesztéséről, a kereslet belső növekedéséről, jövedelemhez mért adózásról és magasabb keresetről. Mi azt akarjuk, hogy mindenkinek olyan jövedelme legyen, amelyből 8 óra munka mellett, és nem 16 óra munka mellett, hanem 8 óra munka mellett tisztességesen meg lehet élni.